A parkolók ellenőrzése, a nyitott gépkocsiknak az ellenőrzése, nincs olyan érték hagyva a gépkocsiban, ami esetleg a gépkocsi feltörésére adna okot, vagy esetleg élő állat, esetleg gyermek, vagy olyan dolog, ami azonnal intézkedést igényel. Többek között ezek lesznek a feladatai a világos kék pólóban lévő fiataloknak a következő két hónapban. A Vármegyei Rendőrfőkapitányság által 2014-ben elindított Tourist Police programban közösségi szolgálatot ellátó diákok segítik a nyíregyházi rendőrök bűnmegelőzési munkáját. Az akció szokás szerint nyáron, a turisztikai főszezonban zajlik. A rendőrök és diákok közösen elsősorban Sóstót és Nyíregyháza frekventált területeit figyelik. Járőröznek, azt is tanácsokkal látják el az ide látogató turistákat, hogy mit tegyenek, információt adnak, hogy egyébként hova lehet menni, akár strandolni, vagy valami más hasonló dolgot tölteni. Nyilván a parkolókat járják, gépkocsikat ellenőrzik, hogy fel vannak az ablakok, és mindenkit figyelmeztetnek, hogy ne legyen senki bűncselekménynek a sértetje. Tehát egy prevenciós munkát végeznek közösen. Annyiban változott az elmúlt két évben ez a program, hogy iskolőrökként is kibővült, hiszen az iskolai program beindult, és most már nem csak rendőrkollegák, a hivatásos rendőrök, hanem iskolőrök is vannak a programban, és diákok közösen. Én azt gondolom, hogy nagyon jó kezdeményezés, nagyon népszerű a program. Ezt mutatja egyébként a statisztika is, hogy gyakorlatilag itt Sóstó fürdőn gépkocsi feltörés, zseblopás, vagy más hasonló vagyoni bűncselekmény az elmúlt 2-3 évben nem igazán fordult elő. A biztonság az egyik legfőbb szemponttá vált manapság a turisztikai célpontok kiválasztásában. Erről beszélt Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere. Hozzátette, az elmúlt évtizedben ebben hatalmas fejlődés volt tapasztalható a városban, ez pedig nem csak a turisztikai övezetben, hanem a városi rendezvényeken is megmutatkozik. Későbbiekben bejön a Vidor Fesztivál, illetve az egyéb városi programok, amikor a fiataloknak ilyen segítő, támogató, felvilágosító szerepköre van elsősorban. Nyilván, hogyha valamilyen szabálytalanságot látnak, akkor felhívják a rárőr figyelmét rá, de ügyes bajos dolgaikban, tájékoztatásban, szórólaposztásban segítik a rendőrök bűnmegelőzési munkáját a turisták felé. Nagyon fontos az, hogy hát ők nem egyenruhásak, bár van egy egyenpólójuk, nyelveket beszélnek, szót értenek a fiatalokkal, akár a külföldiekkel is, és így ez egy win-win szituáció, mert a rendőrség kap egy segítséget, a fiatalok hasznosan töltik el az önkéntes idejüket, és a turisták pedig olyan kiváló kiszolgálást kapnak Nyíregyházán, amitől Nyíregyházának jó híre van. A Tourist Police-hoz eddig 48 középiskolás csatlakozott, az elmúlt években azonban rendszerint 150-200 diák vett részt az augusztus végéig tartó programban. Idén is ilyen nagyságrendű jelentkezőre számít a Vármegyei Rendőrfőkapitányság.